Jó reggelt, Vietnám! Szevasztok, srácok! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő résszel. Ugye az előző részben kb. Itt hagytuk abba, bár megmondom őszintén, vannak változások azóta, tehát történtek dolgok, amiket nagyon gyorsan így el is mondanék nektek. Megalakult a Red Army nevű klán, meg még ráadásul újra kezdtem egy másik karakterrel a játékot, ami nem más, mint egy Templar, mármint ugyanúgy Warrior, pontosan ugyanott vagyunk, mint az előző videóban, csak igazából itt tudjátok, volt ez a választás, hogy akkor gladiátor legyek-e vagy templár, és igazából templár lettem, nem gladiátor, szóval töröltem a karaktert, újra csináltam, végigmentem ugyanazt a tisztint, és a végén választottam egy templát, szóval igazából ennyi történt az egészre, semmi más, meg még ráadásul létrehoztunk egy klánt, ami ugye Red Army néven fut, és abban itt láthatjátok, hogy már néhányan ugye meg is vagyunk. Na, gyerekek, akkor ugye azt pont mondtam, hogy itt nem fogjuk folytatni, megkaptam néhány darab skillt, ami mi ez? Ez micsoda, mi ez, basszus? Na jó, van, hát ezeket ki kell raknom, mert igazából úgy látom, hogy elég sok változás van, én sem nagyon ismerem ezeket. Kirakok mindent, aztán majd csak valami lesz. Bár lehet, mondjuk, a shield skilleket mindig is rüheltem, úgyhogy ezeket lehet, hogy kicsit hanyagolni fogom. Ezek lehet, hogy ugyanazon a CD-m van, mint ez. Persze, igen. Meg fogjuk nézni, aztán majd valami lesz. Aha. Úgy látom, van town skillünk is már. Mindjárt fogunk arról is beszélni, hogy az mi a csuda. Ezeket meg nagyon nem fogom, aztán ez mi a túró. Várjunk, nézzük meg a chain. Ja, meg vannak passive skilleink, nagyon jó. Ezeket végig kell nézni, hogy akkor minden szuper legyen. Na, itt. Aha. Ez 26-os szinten érhető, ez 11-esen, úgyhogy akkor valószínű, hogy ez fog működni. Jó. Kiírt a játék, hogy tartsak egy kis szünetet, mert már nagyon régóta játszom, jól van, felejtsi el, barátom. Na, egy-két dologra szeretnék kitérni így a játékban. Nagyon gyorsan, itt még nem néztük végig, aztán nem tetszik neki. Például arra, hogy van egy úgynevezett remorellezés a játékban. Az azt jelenti, hogy egy tárgyat fel tudsz ruházni egy másik külsővel, hogyha gondolod. Tehát, hogyha neked jobban tetszik mondjuk egy tárgynak egy... Nem tetszik igazából a tárgy, ami rajtad van, mondjuk a csizma. Akkor bármelyik játékban lévő cuccnak ráhúzhatod a skinjét. Ja, meg annyi történt még, hogy küldtem magamnak egy kicsi pénzt, meg megnyitottunk egy-két inventory slotot. Igazából ennyi történt. Meg van itt nekem egy setem, amit nagyon szeretek, és ez egy Abyss setnek a skinje. A skin az azt jelenti, hogy ugye gyakorlatilag csak már nem létezik az a cucc, csak gyakorlatilag a kinézete. Most egy V-pönt néznék szívesen, hogy milyenek vannak, amik olyan tök jól várjátok föl mindjárt. Úristen, 6 milliárdba kerül, Jézus Mária, mik vannak itt. Nézzük egy Great Sword-ot, ugye Great Sword-ot használok én, aztán mindjárt meglássuk, hogy nincs olyan jó skin. Amelyik jól néz ki, hát ez csúf mindegy, pusztulat. Szurama. Ez még egész jó is néz neki. Mennyibe kerül? 2 millióba? 2 millióba? Ó, az Aether az meg izébe kerülne. De ez az Aether, ezt csak egyszerre modellezhetem? A Suramát, azt is egyszerre modellezhetem? Ja, nézzük. Ja, egyszer, jó, akkor felejtsél. Bomba Great Sword, meg kell nézni, hogy melyik néz ki marha jól. Ugye a hátunkon szépen látjuk, hogy hogy néznek ki, és akkor esetleg, hogyha valamelyiknek tetszik a kinézet, akkor azt ugye meg tudjuk nézni, meg tudjuk venni, és akkor olyan lesz utána ezeink a Gates World-ünk. Hát nekem megmondom őszintén, az összes baromira csúfnak tűnik. Úgy de ronda gyerekek, úgy de ronda. Rondák minden pusztulat. Rondák minden pusztulat. Ez még egész jól néz ki, az azt hiszem, hogy világ itt is. Hát nem tudom, 5 millióba fáj a kicsike. Gondolkozok rajta, hogy megvegyük-e. Azt hiszem, hogy ezt... igen. Jó, hát 5 millióba fáj egy ilyen. Ez egész jól néz neki rajtunk. Ugye ilyenkor azt kell csinálni, hogy szerzünk gyorsan 5 milliót. Gyorsan átváltok a főkarakteremre, ami régen volt a főkarakteremre, azt hiszem, hogy önálló még van egy kis money. És akkor tudunk olyat csinálni, hogy megveszük ezt a 7 milliós... gyakorlatilag a kinézetet, és ezt megmutatom, akkor ez hogy zajlik. Jó van, oké. Átváltunk erre a karakterre. Ezt ugye nem fogom használni, nem akarom használni, de van nála egy kis zsé, akkor már miért ne? Költsünk belőle. És ugye a legkönnyebben átadni karaktertől pénzt, ennyi pénzünk van, nem túl sok, 7 millió, jó van.
Garaktert több pénzt nagyon gyorsan úgy tudsz átadni, hogy bemész ide, ugye egy ilyen raktárhoz, raktároshoz, és akkor mondjuk adsz neki, raksz több pénzt ide alulra. Ugye ez a Account Warehouse, tehát akkor itt gyakorlatilag az összes karaktered látja. És akkor visszamegyünk, és akkor megmutatok egy kettő dolgot, amik nagyon fontosak a játékban. Az egyik a remodelezés, a másik az Arm Fusion. Ez a kettő, ami nagyon-nagyon jó, hogyha tudsz róla, hogy ez hogy működik. Visszamegyünk a másik karihoz, ugye? Oké, és akkor... gyorsan, nem megyünk ugye itt is. Minden városban, csak nagyon sok helyen van, ugye van olyan izé, hogy ilyen raktármenedzser, és akkor innen megkivesszük a pénzt. Ide, hogy az inventory-ba kéne. Oké, mind a 6 millát, és akkor nézzünk valami jó, valami nagyon dögös kinézetet, oké, a kardunknak, aztán akkor meg fogjátok látni, hogy ez miről beszél a Keeper, vagyis a SWAT, vagy mit tudom én, Mavigi vagyok, igen, Weapon, Weapon, Greatsword. Ez milyen? Deep Sea. Várjon, csak nézzük meg. Hogy ide gyron, de mi vagy itt? Szuralma nem érdekel, Padma... ó, ez se rossz, 40 millió, hát anyád az. Ugye arra nagyon figyeljetek, hogyha ilyet csináltok, hogyha itt van egy ilyen egyes, meg egy ilyen bábú, látjátok a harmadik ikon, az azt jelenti, hogy csak egyszer tudod remodelezni. Tehát, hogyha egyszer ráhozod egy tájra a kinézetét, akkor utána többször már nem tudod, úgyhogy arra marhára figyeljetek, hogy azt valami nagyon epic tájra húzzátok fel rá, vagy pedig igazából ne húzzátok rá semmire. Na nézzük, itt van egy ilyen. Ugye itt nincs az, tehát akárhányszor ráhúzhatod, van egy millió, 20 millió, izé. Hát egy ilyen, nekem ez bejövő, és veszünk egy ilyet. Egy miska. Csak meg is tudjuk nézni, hogy hogy néz ki az a kard, mivel... ugye ez csak egy hányos szintű kard? Egy 10-es szintű. Na hát ez így néz ki. Csak, ugye ez, ennek nagyon rosszak a statjai. Tehát mondjuk itt vannak a mi cuccaink, ugye ez egy plusz 10-es, ezt adták ugye gyakorlatilag, ez 133-139, viszont itt látni, hogy az atakja ennek meg mindene nagyon-nagyon szar. Ilyenkor azt kell csinálni, leveszed ezt a fegyvert, meg leveszed a másikat is, és hogy nyomsz ezen egy jobb gomba, nem jobb gombot rájöttem, leveszem, nyomsz egy bal gombot, és akkor van, előugrik egy ilyen menü, és akkor itt van egy olyan, hogy boost meg modify. És akkor kiválasztod azt, hogy... ezt a non-fusion ideál... kinézet módosítás. Tehát itt van az a tárgy, amelyiknek kinézetét akarod módosítani, ide behúzod azt, amelyiket rá akarod húzni. Tehát akkor ez a tárgyadból, ez a tárgyad megkapja ennek a kinézetét. Ez a tárgya fog tűnni, viszont utána ezt megint ráhúzhatod egy másikra, és akkor így tovább, így tovább, így tovább. És akkor már is ez a marha jó kard. Vagy ez a kard, ami volt nekünk, ugye, ez már is tök jó. Ilyen. Ja, ez mi ez? Ja, ez másik. Mondom, mi ez. És akkor így néz ki. És tök jól néz ki. Na, ugyanígy én megcsináltam előre már ruhákat, amik nekem tetszenek. Ugye, 10-es ruhákra ráhúztam Abyss setnek a kinézetét, amelyik így néz ki, és marha jól néz ki egyébként. Annyi a baj, hogy ugye 15-ösen tudom majd felvenni a választ, tehát a válasz az hiányzik, de ugye, ha azt megkapjuk, akkor így fogunk kinézni. Addig meg ugye válasz nélkül kell futnunk. Az olyan tök jó, ez a kard, ez pont illeszkedik hozzá, mert ugye az is ilyen kék. És gyakorlatilag az a jó ugye, hogy ezt a skint, ami éppen van, ez mondjuk ez a kard skin, ezt mindig rá tudom húzni a következőre, a következő kardomra, a következőre, 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 következőre. Igaz, hogy mindig eltűnik az, amelyiken a skin van, viszont... így mindig a skint azt tovább tudom vinni. Na jó van gyerekek, csapassuk, menjünk akkor küldetéseket csinálni. Ugye itt volt nekünk egy csomó küldetésünk bejelölve, amit poétás küldetések, ezeket általában azt érdemes ugye kivenni, mert semmi értelme nincs. A 10-es fölötti küldetéseket kéne akkor csinálnunk, amik ugye már, hogy mondjam, no, már nem ugyanott zajlódnak, mint ugye eddig csináltuk, hanem poétára kellene le szlutyannom, aztán ott kéne csapatni, mint az őrültek. Na, ezt nekem nagyon tetszik egyébként ez a kinézet.
Ez egy 40-es Abyss set, ez egy 40-es setnek a izéje, az a lényeg, ez egy 40-es PvP setnek a kinézete, ezt megvettem a másik karakterem, és ugyanúgy, mint egy kardnál, ráhúztam, ugye gyakorlatilag bármelyik kinézetet ráhúzhatjátok, a legdurvább, legeresebb cuccnak is a kinézetét rá tudjátok húzni. A... Ja igen, ide kell jönni, és akkor utána ezután már Verteromba kell teleportálni. Igen, és így meg tudjátok csinálni, hogy bármilyen jó kinézhettek már 10-es szinten. Yes. Na oké, és akkor menjünk. Ugye ide érkeztünk, egyébként ez a kedvenc helyem, ugye itt is érdemes megfogni az obeliszket. Hogy itt éledjünk újra, hogyha majd esetleg elhaláloznánk. Ja, még azt akartam még mutatni, hogy van egy olyan dolog is még itt a tárgyaknál. Ezt leveszem, gyors, és akkor van egy olyan is. Hogyha szerzünk majd még egy Graceworldot, ugye itt ugyanígy boost, hogy ugye ez, itt van olyan, hogy Gutstone-t lehet berakni, majd arról lesz szó. Arfúzión. Na, az a lényeg, hogyha van egy fegyvered, egy kétkezes fegyver. Kétkezes fegyvernek számít Bow, Graceworld, Polar, csomó minden. Az alá behúzom még egy ugyanolyan fegyót, vagyis magyarul Graceworld alá Graceworldot, íj alá íjat, de ugye annál kisebb szintűt, akkor egy másik fegyver lesz belőle, gyakorlatilag majd, hogy nem összeadódnak a tulajdonságai, erről lehetne beszélni, gyakorlatilag úgy működik, hogy az atakjának a 10%-nak, hogyha idehúznék egy fegyvert, ennek a fegyvernek ugye az atakjának a 10%-át kapná meg, plusz még a vonal alatti dolgokat, itt szokták mondani, az meg azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt van egy ilyen vonal, a crit strike fölött van a vonal, és az alatti dolgokat, tehát megkapja a köveket, megkapja ott azok a vonalatti dolgokat, de erről még majd lesz szó, és gyakorlatilag sokkal erősebb fegyvered lesz, érdemes ezt mindig megcsinálni. Na, jó van, csapjuk neki. Ja, és eltűnik az alulra rakott fegyver, úgyhogy arra is nagyon figyeljünk. Jó, akkor annyit még. Én beállítok itt a community-re, hogy ne lássák a cuccaimat, nem szeretem, hogyha mindig nézegetik, mert ugye egyébként meg tud nézni bárkinek a cuccait, ha nyomsz rajta gyület, hogy wide details, de ő neki például pont ki volt kapcsolva, ő neki meg lehet nézni, hogy a gondolod. Na jó, van, oké, akkor a... most megyünk ki. Ja, megyünk, csináljuk akkor a küldetéseket ezzel rá, jó? Ugye érdemes megint felvenni az összes küldetést itt a, ezen a részem, és akkor baromi gyorsan lehet haladni. Úgy kéne nyomni, hogy fügy. Good day. Good day. Ugye már is egy szintet léptünk. Ugye tényleg az összes küldetés, ami itt ilyenkor szerepel, akkor gyorsan végig kell futni, körül kell nézni, és akkor meg kell csinálni minden egyét, nem kell tökörészni. Yes, speak up. Az. Minden gyerekek, minden folyamatosan. Take care. Take care, take care. Ariluma, Deva. Igen, azért választottam, és gondoljátok, hogy miért mentem a Gladiol Templára. Én mindig azért voltam, mindig tank karakter voltam, Templár voltam. Szóval azért is gondoltam, hogy átmegyek vissza Templára, mert most sokan felbúzdultatok a Gladin. Igen, a Gladi. Gladi az egy nagyon OP klassz. Nagyon jó klassz, egy nagyon nagyon-nagyon-nagyon darálós, nukolós klassz, viszont meg nagyon univerzális, és egy kezdőjátékosnak főleg nagyon jó. Viszont sokan indultunk most abba, és arra gondoltam, hogy nem azt kellene csinálnunk, hogy ennyien... Ja, és repülni lehet itt, ugye megnyomtam ezt, figyeljétek, lehet, hogy néha így elvagyok dolgokat. És nem is jó fele jövök. Ja, lehet repülni bizonyos területeken, de glide-olni mindenhol lehet, a glide-olás az meg az, hogyha ha valahonnan leugrasz, kinyitod a szárnyad akárhol egy space-szel, és akkor ugye úgy tudsz itt gyakorlatilag suhadni. Az is elképzelhető, lehetséges. Na, most kellett volna repülni. Ezeket a küldetéseket elég jól ismerem, hogyha esetleg elakadtok bármelyikbe, akkor figyeljétek igazából, mit csinálok, nem nagyon akarom most tényleg azzal, így nem is mondom, hogy nem azt mondom, hogy húzni az időt, hanem így tényleg húzni az időt, hogy itt mesélem, mert úgyis látjátok, hogy mit csinálok, ide feljöttem, ugye itt
Az van, hogy itt vannak ilyen kis Abyss fragmentek, azokat kell, ha jól tudom, szívja ütni. Egy. Egyébként tabbal targetolok, egérrel nézelődök, és skilleket billentyűvel nyomok, hogyha teljesen jól akarod csinálni, akkor igazából ezt szokták mondani, hogy ez így jó. Jó, nem is ide kellett volna jönni. Na most mutatok egy izét, egy glide-olást, tudod, egy leugrasz. Mondjuk itt nyomok egy space-t, és akkor egy ilyen... Le tudsz így, és tudsz jönni akár honnan is, az olyan helyen is, ahol nem lehet repülni. Az benne a szuper. Jó, van egy ilyenünk. Most ugye van egy olyan csizmánk, amelyik jobb, mint a mostani. Akkor azt tudjuk csinálni, hogy nyomsz rajta egy izét. Ilyen modify appearance. Ja. Várja. Na, ugye itt van. Ez jobb, mint ez. Modifi. Ugye, zöld. Kiválasztod. Legyen rajta. A fehér mutatja is ilyen lesz. 11 ezerért. Ráhúzta a skint. És ugyanolyan megmaradt ez a fasz a csizmánk, csak már jobb minőségű. Ennyi. És akkor így mindig folyamatosan tudod tovább görgetni ezeket a skineket. Na, viszont csapjunk neki, csapjunk bele. Itt lett egy ül, izény. Ah, jó, oké. Okay. Kaptunk egy űrskillt. Nice day, isn't it? Take care. Na, mit kell csinálni? Igazából ezeket a küldetéseket mind megkaptuk. Inia, akármicsoda, minden. Ugye ugyanúgy mozog, vagy működik az egész, hogy vannak ezek a... Ugye running scroll, meg másik scroll, ez a korúage, vagy mi is. Ezt érdemes használni. Mert ugye gyorsabban futsz, gyorsabban itt természetesen érdemes. 11-es szinten vagyunk. Szisztematikusan érdemes csinálni mindig a küldetéseket, ami azt jelenti, hogy ugye mindig figyelni, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Hogyha gyorsan akarsz haladni, persze nem bámészkodva, úgy értem, de persze nem volt, hogy bámészkodva akarsz. Sejpetjük, egyébként pontosan tudom, hogy ennek a sorozatnak nincs olyan marhára egy nézettsége, soha nem arra az volt az elsődleges szempont nálam, hogy baromi nagy nézettsége legyen valaminek, hanem az, hogy tök érdekes, ami, majd, nem is tudom, hanem azt akartam, amit szeretek csinálni, azt szeretem. Azt szeretem csinálni, nem fogok más csinálni. Na valami fosszília is kell, ami azt hiszem, hogy itt van föl. Hogyha véletlenül nem tudtok egy küldetést, akkor gyakorlatilag mondjam tutorial szinten tolom ezt, mert nagyon emlékszem, nagyon ismerem a küldetéseket ebbe a játékba. Nagyon gyorsan tudtok haladni, hogyha csináljátok azt, amit ahogy én. Na. Ugye ez is kell, de hát tök egyszerű, mert ugye itt van a feje fölött a csávónak, akkor azt jelenti, hogy majd meg kell ölni, vagy kell belőle valami cucc. Oké, ebből is kell. Ezt meg ugye, amikor így világít, akkor azt piszkálni kell, és szedni kell belőle, meg ilyesmik szoktak lenni. Újra is ugye, hogy mennyi, mindig kiírja a képernyő közepére, nem lehet elégadni. Ugye a Templar, hogyha esetleg Templar olyannal játszasz minden, akkor ugye ez kettő lehetőség van. Vagy Shield és izé, kombináció kard, vagy pedig Greatsword. Általában érdemes a Greatsword-öt előnybe részesíteni, de nagyon sokszor van olyan szituáció, amikor jó a Shield és a Sword kombináció. Meg ugye lehetne Sword és buzogány, vagy Warhammer kombináció is, Mace vagy Warhammer. Viszont leginkább a Greatsword-ot használják, úgyhogy én azt ajánlom neked. De... Egy pro templár, egy pro tank az még azt is csinálja, hogy folyamatosan tankolás közben, vagy éppen akármilyen harc közben folyamatosan váltogatja a Greatsword-ot és a Sword-ot és a Shield-et. Ugye cserélgeti megállás nélkül és szituáció függő, hogy éppen mit használ hova. Jó van, gyerekek. Ilyen Aionmal nem kell, vagy mi a neve. Ilyen kell. Na, ott egy boss. A pályákon vannak zöld bosszok,
amint ilyen open world bossok, amik ilyenek. Arra fogja figyelni mindig, egy, ha egy mobot meg akarsz támadni, ami gyanús, nézd meg, hogy milyen a nyalókája, azt szoktuk úgy mondani, ugye a HP csikja. Látod, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen durván kinéző, ahhoz képest például egy ilyen sima csik. Az ilyenek azok elitek, tehát ők már sokkal több HP-vel rendelkeznek, hatalmasokat ütnek, úgyhogy kapásból együttésre ölnének minket, úgyhogy nem érdemes nekiük menni. Most beszélek erről a skillről, zöldről, zöldről ugye, ez egy ilyen taunt skill. Ugye a templárnak a feladata, leginkább a templár a fő main tank, a játékban main tank, hogy magán tartsa a mobokat és a bossot, hogyha esetleg olyan szituáció van, amikor többen kell menni. Ugye, és ez egy olyan skill, amivel gyakorlatilag taunt-olja, tehát agro termel a mobon, tehát nem akad le róla, nincs az, hogy például átvált egy másik csapattagra a boss, és megöli. Mivel ugye a templár a legvédettebb és a leginkább több HP-ja van, emiatt jó, hogyha ő neki van az, hogy mindig rajta van a boss. Vagy a mobok. Na. Még ilyen izé kell, úgy látom, ilyen geek-szerűség. Persze nem vettem fel. Ebből még egy darab kell, meg valami gyikkel, meg olyan Leparist pály, akármicsoda, olyan is kell. És ugye ezt a időt, ezt fullra is lehet használni, mert így húzogatni a mobokat. Ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogy ki akarok fedni onnan egyet, ugye? Akkor csak annyit csinálok, hogy egynyit. És akkor gyakorlatilag ideges lesz rá a mob, és oda fog ballagni. Ami nem egy utolsó dolog. Ilyen is kell. És attól ugye, hogy nekem ilyen kinézetem van, amit ilyen kinézetet adtam magamnak, attól még én nem vagyok se erősebb, se semmi. És úgy gyakorlatilag dizájnosabban, speciálisabban nézek ki, de nem extra. Jó, ez is megvan. Még egy darab ilyen kell előleg. Hoppá, ugye ezek csinagrogosak. Vannak olyan mobok ugye, amik hiába egyet húzol. És ugye több jön. Általában az összes agresszív mob ilyen. De nem feltétlenül, azért mondom. Na jó van gyerekek, ez meg vagyunk ezzel. Nem tudom, még küldetés nincs meg. Ilyen kell mindenképpen. Ugye a Warrior gladiátor szerepe annyiba különbözik a templártól leginkább, hogy több a... Ugye, hát leginkább ugye a főfegyver ugye nem a Greatsword, nem érdemes használni, hanem inkább Polarmot. Meg az, hogy ugye inkább egy ilyen területiző, olyan DPS karakter, mint tank. Ez megvan, itt van valami Crystal Fragment kell, és megvan. Gyakorlatilag rengeteg megvan, mindjárt ezeket mind leadjuk, szerintem már meg is vagyunk 13-asok. Nagyon gyorsan lehet haladni, hogyha szisztematikusan csinálja az ember a dolgokat. Na, és itt ugye lehet repülni, és ezt ki kell használni, aztán, hogy gyorsan bejutunk a városba. Abban mondom, hogy picit gyorsabban. Egyébként vannak mountok is a játékban, ló, meg motor, meg a dinoszaurusztól elkezdve a felhőig mindent meg tudsz lovagolni. Szóval lehet így menni. Na nézzük, kiknek kell leadni. Szisztematikusan itt is oda megyünk, és már is talán egy szintet is fogunk lépni. Ott is van egy. I strive for quality. Ez is megvan. Itt is van egy pár. Itt nincsen? Nincs. Yes, speak up. Jó, ezt is megkaptuk.
Yes, speak up. Ezt is megkaptuk. És ezt learom, szerintem meg is vagyunk. Have you business with me? Oké, és itt van még egy, akkor már veszem fel. Hail, Deva. Jó, még valamik vannak itt, amik nincsenek leadva. Aha, ott van kettő. És van még egy izénk is, talán egy sárga questünk, amit nem értek. Ja, nincsen, mert izén kapom, 14-em. Jó, akkor csináljuk tovább. Itt is egy küldetés. Ilyenkor ugye szépen figyeljük, hogy mik vannak itt, mik nincsenek itt még. Még láttam egyébként egy kéket. Aha, ott van bent. Itt van, itt van, itt van, itt van. I'm glad you're here. Oké, gyerekek. Különböző emberekkel kell beszélni, és ugye el kell vinni nekik dolgokat. Látjátok, hogy talk, 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 talk. Deliver, ugye, mit tudom, szállítani kell valamit, és akkor érdemes megnézni, hogy itt látjuk, hogy valószínűleg, hogy ide kell vinni neki valamit, vagy akár merre. Ide, itt viszont kell valahol. Ugye érdemes megnézni mindig mennyit tud az emmet és akkor a térképet, vagy pedig ugye nyomhatod egyet, és akkor ugye például mindig ugye kim van a térkép. És akkor látod a questeket is ott azon. Mária, hova kell ez én? Oda kell vissza. Ja, akkor itt ezt, vannak olyan küldetések, ami egy-két ide-oda futkozásból áll. Nem ide kell azért, hova kell? Ja, odébb egyel. Aha! Ariel Luma, friend. Oké. Okay. És ez megint egy adott egyet, valami szkarab. Aha, kettő fajtát kell. Megnézzük, érdemese. Mindig azt nézzétek, hány százalékod ad a nézőihez, az XP-csikhoz. Elég jó, egész sokat ad. Jó. Ezt még megnézem, várjátok, kaptunk. Kaptam egy nagyon jó ezért. Skillt, ez egy buff. A buffok azok ugye olyan skillek, ami buff, azt tudjátok meg. Hát az egy boost gyakorlatilag. Bármilyen boost lehet, például HP boost, vagy akármicsoda. Ez, amit én kaptam most, ez egy annyit tesz, hogy növeli az 50%-kal a max HP-mat, 25%-ot gyakorlatilag visszatölt, meg még ráadásul töltődök is. Ez egy ilyen tipikus izék skill, Templar skill, már mindjárt megmutatom használat közben, hogy milyen. A magyarul egy ilyen tipikus survive skill a Templárnak. Ugye azon kívül, hogy self HP is, mármint hogy saját magadat tudod gyógyítani, emeli még a max HP-t is. Ugye max HP itt van 1161, mindjárt meg is mutatjuk, hogyha benyomom. Na és 1700, akár mennyi csoda lett, ugye. Megcsinálom akkor 2504, aztán akkor ezek is meglesznek, nem tudom hol vannak. Ha nem tudod hol található olyan állat, akkor csak annyit csinálsz, hogy nyomsz egy lokétet. És akkor ennyi. És akkor látod, hogy kb. Hol találhatók, ugye térképen utána megjelöli, itt tennél, és látszik ilyen kis zöldeskék csikokkal. Na. Jó, mi van még? Melyiket kell ölnöm? Itt mutatja még, ugye? Ott van ez. És kell ölni valami, ezért valami kagyló, vagy mi az, ser az kagyló, ugye? Nézzük meg azt a kagylót, ha pontosan nem tudod, hogy az mi. Ha ilyenkor azt csinálod, hogy mondjuk kiválasztod, hogy... Mi az? Ja nem, de ez. Ez. Úgy loketeled. Akkor meg azt csinálja a rendszer, hogy pontosan lilával megjelöli következő olyan áldozatot. Nem, lehet, hogy néha téved, például ez most közelebb volt, mint az előző, de azért mindenképpen jobb, mint hogyha nem jelölik. Vágod. Ja, és egyébként nem ment túl mennyire a vízre, mert ugye nem tud úszni a karakter. Szépen. Még fuller. Ja, ez is meg lesz. Bevisszük még a városba, azt megyünk tovább. Utolsó.
Én még elég kevés skillünk, most sokszor válogatnom kell. Én a, most a shield-es skilleket abszolút nem is raktam le. Nem akarok azzal vesződni. Na, szóval kell vinni, ugye? Nézzük meg ilyenkor. Ha ide kell vinni, nem is tudom mennyi ízét adott, mennyi XP-t. Ugye ilyenkor érdemes elkantítani valahova, és akkor tudsz nézni előrni. 16%, tehát akkor valami eddig talán föltolja. Azt az jó lesz, és akkor fele megvan már kb. A izének, a szintünknek. 15-ig örültem volna, hogyha most el tudom vinni, mert akkor azt csináltam volna, hogy fel tudtam volna venni a választ. Azt jó nézel, jól neki a karakter, de annyi baj legyen, ha nem. Hova is kell ez? Hova ide, ugye? Ion has led you here. Nagyon szuper lett, oké. Oké, gyerekek, akkor mehetünk szerintem tovább a következő ilyen régióba. Ugye itt tud közben ezt a questet esetleg fölvehetne, nem tudom. Guardian Tog. Nincs is itt senki, jó, hát ez azt hiszem, hogy egy ilyen kutya, aki itten patrolkodik. Na mindegy, odáig kell elmenni, ott is van egy küldetésük, nézzétek. És ott egy csomó, de még el is kellett vinni, úgyhogy oda elvennék, már szerintem kapnék egy csomó XP-t. Úgyhogy itt végig az úton, látjátok, odáig elmegyünk. Egyébként útközben megtámadnak valakik, akkor ne aggódjál, mert körülbelül olyan, nem tudom, talán 100 méter, talán még annyi, 50 méter után leakadnak, úgymond. Elvesztik az agrót, és akkor oda visszamegy a helyére, nem kell annyira aggódnod. Nem kell megölni mindent, amit így beagrózol. De egyébként, ha nagyon félsz az agrótól, nyomsz egy olyat, hogy rá tapdolsz egy ellenfeledre, és akkor pontosan látod az agró range-t. Látod itt? Látszik, hogy hol mehetek el mellette. Ugye ezt később, főleg instanszott környezetben, ilyen veszélyesebb helyeken, akkor instákban ugye az eléggé fontos, hogy ne az legyen, hogy mindent beagrózom, mert akkor hal az egész csapat, szóval nem nagyon szoknak neki örülni. Jó, akkor itt van a következő ilyen quest hely. Ugye hát 3%-ot ad, nem túl jó. Szelektálhatsz is, hogy melyiket akarod csinálni. Ez egy 21%-os, ez viszont jó. És az kell, a violent rock meg ilyesmit, vagy micsodák. Ez egy 5%-os, ez jó szar. Kukuru. Nézzük, mi van még itt. A 8%-os, hát a izét érdemes. Hoppá, ez mi volt? Ez mi ez? Mit kell csinálni? Kroris. Oda kéne elmennem, ilyen gyorsan. Oh shit, hát akkor még azt lehet megcsinálni, de itt érdemes lehet volna ezeket ratolni. Na mindegy, menjünk oda. És akkor lehet, hogy, sőt, biztos, hogy vissza is fognak ide küldeni, úgyhogy akkor csináljuk azokat is. Ja. Szerintem, hogyha elmegyek oda, akkor lehet, hogy meg is lesz az összes... Az egész szintem. És akkor még egy szintet berántunk, aztán akkor annyi lesz ez a rész, 15 szintig így ekecseltem. Elég hosszú is. Bocs, hogy így kiszoktam zoomolni, ennél jobban is kiszoktam, csak most nincs beállítva, hogy maxikti tudjak. Akkor szinte már majdnem ilyen RTS nézetben tudod ezt csinálni. De most elmegyek oda gyorsan, és akkor össze is kapom az összes questet, amik vannak. És akkor tudjuk őket csinálni, várjál. Nagyon jó. 11%, nagyon imádom. Egyébként most 100% XP van. Bármint mindenért dupla XP-t kapsz. Upszi, ez is jó. Mi ez? Tiffet kell meg ezt azt törni. Ó, de nagyon jó. Oda is el kell menni. Ugye ide kellett azt a üzenetet hozni. 8%. Jó van. Na, gyerekek, úgy látom, hogy itt elég gyorsan haladunk. És akkor most föl kéne kapnom az összes questet. Oda nézze, 18. Ez mi? Meg is van mindjárt. Minden küldetést felveszek, és akkor utána átnézzük, hogy merre, mit, hogyan, mit érdemes csinálni. Ez mi? Silver Ore-t kellene neki, ilyen izét, ezüstöt kellene neki gyűjteni. Az a baj, mi nem tudunk gyűjtögetni, mert azzal nem foglalkoztam. Ugye van ilyen gathering, meg van ilyen különböző mindenféle gyűjtögetés, meg minden bányászat a játékban. Csak hát azt, hogyha nem műveled, akkor ugye az hiába. Na jó, ezeket felveszem, gyerekek, mind az őrültek. Aztán majd valami csak lesz. Pumpkins. Ah, ezért pumpkin kell neki, gyerekek, itt nem is mindjárt izé leszek, mindjárt is lesz a
pikpakka, nem tudom, 15-ös szerintem. Come back anytime. Jó, még ott lent is van egy quest. Megyünk vissza, úgy láttam, hogy tiffeket kell ölni, azok meg ott voltak. De nagyon pörgök, tudom egyébként, remélem, hogy azért érthető, amit csinálok, mert próbálom csinálni a dolgokat, mind az őrültek. Nézzük ki akkor. Mapra ránézünk, nincs több küldetés, mehetünk vissza. Ő ilyen tiffeket például kell ölni. Egyszerű. És mivel is gyűjteni is kell tőle, látod? Valamit kellett kivenni belőle, ami ugye duplán adott valami küldetést. Ilyen gyorsan itt rengeteget kaptunk. Van valami pumpkint kell gyűjteni, ugye az valami tököt. Valami papír kell, silver ore. Ez már meg is van. Ilyen wolfot is kell. Opci, ma megint küldetés, gyerekek, nagyon atom. Hát, ezt fel sem vettem. Violent Warg. A Warg az akkor farkas, mi? Itt a... Vagy valami sokál, vagy milyen túró az, nem? Ja, ezekben nincsen egyet. Hoppá, egy tiff, oda nézze, ott kell gyűjteni a pumpkin-ot. Tiff. Jó. Gyűjtünk egy kis üzét is, azt akkor meg lesz minden. Ja, meg azzal is kell beszélni. Úristen, gyerekek, úristen. Hát ugye így lehet fejlődni, mint a barom. Na, az besétele, nem? Amiket meg nem kell ölni, azokat meg... Ha lehet, akkor kerül, érted. Na, minek? Ilyen kukorit is kell szedni, írta, csak azt nem tudom szedni, azért nem is erőltetem most, mert ugye nincsen nekem megcsinálva az a gatheringem. És van egy izé. Ó, hát a peorokot is kell ölni, mert az meg izé van. Ez meg ez zavarja ezt a hülyét. Úgyhogy... Szóval nem tudom... Nem tudom kiszolgálni ezt a sok időt, annyira nyom vannak. Annyi küldetés, ugye itt, ez nem Grindfest játék, abban az jó, ugye? Nem az van, hogy grindelsz, mint a bolond, aztán akkor fejlődsz, hanem... Értelmes küldetések vannak, amiket ki tudsz csinálni. Na jó, még sok is minden, vagy több minden, mint kellene, ugye? Szerintem már most lassan, amit megcsináltam, azt leadnám meg lenne a 15. Jó, ez megvan? Akkor ezek... Peon az mennyi kell? Aki mondja meg valami, nem bírom követni. Mennyi kell? Úristen, sok kell. El akar futni? Nincs egy jó Great Swordünk? Nem esett az nekünk? Ó, nem. Semmi olyan nem esett. Ugye mindig világít, ami esik, úgyhogy ez kellemes. Ez 14-től, aha, ja, de azt nem tudom alárakni, jól van, oké, nem baj. Megyünk, csináljuk, nem gond. Templar egy nagyon... túlélő karakter, kicsit nehéz ugye DPS-elni bele, de nem lehetetlen. Mármint ugye nagyot sebezni. A sebzést kitolni belőle. Na itt meg kell ölni egy izét is, egy boss-t is ezzel. Beküldetésbe, szóval elmegyünk arra, mert ott lenn van valahol a boss. Egy ilyen kunyhóba. Tiff, gyerekek, van itt minden. Target is too far away.
Meg lesz ez, még egyet kéne emelni, többet nem is. Ezt bevontadan kikapom. Jaj, ne, ott egy salma. A salma meg nem kerül. Ez most fölösleges. És jó, nagyon sok az a salma. Ne gyerekek. Na és akkor itt van elvileg benne egy ilyen bosszerűség. Na gyere haver! Nem boss, de ugye ez egy ilyen német. Az ilyeneket meg annak nevezik, ami ugye ellen lett mob. Tehát ebből csak egy van az egész játékban. Ne, ez fölökött. Oké, ez is megvan. És azt hiszem, hogy... ezt mit vettem fel? Nem, úgy látom, hogy ez is valami nem tudom micsoda. Spotolosznak el kell vinni. Jó van gyerekek, appát hív még kell. Oké, okay. Még azt hiszem, hogy peon kell. Silver Ore az nem lesz, Vertorum papír fogalmam sincs mi az. Peon az jó lenne, peon kellene gyerekek. Ott van egy. Ledonáljuk. Akkor visszavisszük ezeket, szerintem lassan biztos, tudja, hogy meg lesz ugye a szín. És akkor felvehetem a választ, és akkor mondjuk az legyen nekünk a az ilyen vízválasztó. Na ott is egy peon, meg ott is egy peon. Úgy látom, a peonok azok egy helyben lennek, ezek a szűzék, ezek a... mi a tökömök? Hifekedek meg maszkálni. Mennyi kell még? Még kettő is, ezt szerintem itt kéne közelben meglépnem. Messze, mármint ezt a peon gyilkolást, mert lehet, hogy ide kell pont meg visszahozni. Még egy peon. Állj meg haver! Aha, hát ott pont a madárésztőnek kellett. Ezt nagyon jó helyen hagytuk abba. 5%? Tök jó. Jó, hogy még egyet akar. Find... puh, a treasure-t akar, valami dobozt. Nem tudom mi az. Starving Borg, ez volt jó, ugye? Még itt. Ezek adták. Emlékeztek rá? Szerintem ebből kell? Ott. Gyorsan letoljuk, jó gyerekek? Már csak, perdre is megvan. Ugye, hatékonyság. Nekem mindig az az ilyen izé játékokban, hogy minél kevesebb mozgása, mármint minél több küldetés megcsinálása, és akkor így lehet ezt gyorsan abszorválni. Starving és Violett is kellene még egy, az meg ott volt fenn a dombetőn, úgyhogy arra is kell nézni. Ott van még egy Starving. Jó. És még egy Violent. Ezt meg oda van fenn, jó. Csak ez is megvan, és gyorsan nézzük át mi van még, ami... hát a tököm tudja, az a baj, a Silver Orb például nem fogom tudni megcsinálni. Jó párat nem fogok tudni. Ez valószínű, hogy le kell visszavinni, minden elkezdjük. Na, de nem baj. Ez valami 20-valahány százalékos volt, azért mindenképp meg akartam. Make it quick. 17! Kivettem. Jó, nem baj. Oké, nézzük meg a küldetéseket. Ugye láthatjuk, hogy ez mi ez? Melbourne Treasure, ott a treasure-ös téma. Gyors leizélünk, glide-olunk. Mutatja a térkép, azt hittem nem mutatja. Nem mutatja, hogy hova kell menni, és az, ugye a madár ezt a küldetése volt, bár az lehet, hogy nem túl sokat adott, lehet, hogy nem érdemes csinálni, na mindegy.
Valamár erre mutat. Aha, itt lesz. Na, az minden csak nem treasure basszus, az izé. Hordó, barél, vagy mi ez? Mi a fasz? Meg kell volna, be kell volna nézni, vagy mi? Jaj, hát ez 3%-os volt. Tudom, nem jövök le érte. Beltudom, pepper. Ezt például fogalmam sincs, hol a túróba lehet. Én ezt úgy kell venni, jó van, akkor azt nem veszünk. Pumpkin sokat ad, jó, meg is vagyunk, biztos, hogy meg vagyunk. Szóval szerintem ez tutti lesz, tutti buli városba, gyerekek. Megyek vissza. Rengeteg leadható kül, és itt is Vertoromba is lesz egy csomó leadható. Egy csomó nem itt kell leadni, hanem Vertoromba, figyeled? Hunting Leparis Revolutions. Jó van, gyerekek. Vertoromba meg el tudunk repülni, meg teleportálni, és amit éppen tetszik. Úgyhogy mehetünk. Turi 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 Tamás. Nem azt akartam mondani, de turi turi, de mi jut eszedbe, nem? Gyors itt, ami tudunk, leadunk. Faith and arms, friend. Mi is vagyunk. Ó, hát megint adott egyet, nem hiszem. 13%-os. Volt itt meg kettő sárga. Átlépés téma. Sárgákat fogunk rávenni majd mindenképpen. Csak most már learok mindent, ami van ebbe a részbe. Majd felveszek mindent. És akkor a következő nap... 20% gyerekek beszarok. Nagyon jó. Következő nap meg megcsináljuk azt. És a sárgákkal kezdünk, azt utána megyünk tovább. Jaj, a válaszomat mi? Ezt fel akartuk venni, várjál már. Nézzük meg, oda nézzetek. Na, milyen a gyerek? Keménye. Király. Már kicsit nagyon robot, de azért nem rossz. Nézzük. Kaldatéseket nagyon menni, nézzük gyerekek. Na gyorsan, itt valahol van hátul egy. Gyors, fölveszek minden keldetést, meg gyorsan learak minden keldetést. Aztán akkor innen fogjuk csapatni mind az őrültek majd a hónap. Oda nézzél meg! Azt komolyan mondom, gyerekek, itt izé van, itt Kánoa. Küldetés szempontból itt is van. Ott még szemben van egy, utána megyünk vissza Vertoromba, már mint a tudod ebbe a városba, onnan indultunk az elején a játéknak. Ó, nem, majd is mennyi minden bazzal. Bubbingosot, pumpkingosot megcsináltam, az nem ennek köldött? Ott van még egy... Nem, egy nyaklánc kell, jöjjj, de akik... Úristen, lehetetek minden szart meg kell ölni, meg minden szart össze kell gyűjteni, és akkor nekünk jó lesz. Úgy gondolja az egész játék. Welcome, Deva. Thanks! Szevasztok, gyerekik! Munk legyetek. Na, visszamegyünk ugye. Vertoromba. Ugye úgy legegyszerűbb, hogyha így katogatsz, most már van ilyen is a játékban rájöttem, hogy ahova kattintasz, vannak ilyen, ilyen helyek, nem tudom, ilyen zóna, vagy ilyen kis obeliszkek, de akkor oda teleportálódik a csávó. Ó, ennyi az egész is, majd itt is vagyunk. Ez egy tök jó, ilyen fast travel lehetőség ugye. Na, itt, itt volt pár dolog, amit azt hiszem le tudok adni, meg fel tudok venni, ezeket akkor gyorsan leadom, felveszem. Ez lehet, hogy még egy szintet be is verük, mint az őrültek. Area Luma, stand and report. Ó, 9% gyerek, ja. Itt is volt Kirnagy. Ja, és van még egy új skillünk. Jaj, nagyon imádom. Na, ez volt egy pörgős gépteig, nem igaz? És ez megint az egy izéva. Nagyon sok százalékos volt. Yes, speak up. Egyszerű. Úristen, úristen, úristen. Úristen, gyere. Nem tudom. Nem bírom. És nézd meg, már megint félszint. Ezt gyakorlatilag... Már alig öltem mobot.
És ne kezdj el grindelni kinn a récen. Mindig pont írta egy guildtársam, hogy segítek rám, ha akarod, nem szabad. Mindig azt kell, na itt kell valami peppert menni, és akkor az a küldetés is megvan. Hogy ti jelöli, hogy egy búj, és valami pepper. Olyat küldet, nézzél, materia, veletlen papír, hány köl? Egy, jó. És akkor ez is megvan. Jó van, gyerekek, innen folytatjuk. Felvettünk egy csomó küldetést, ezt a skillt még megnézzük. Ó, hát ez egy stíldes skillt, nem fogom használni egyelőre. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Innen folytatjuk, légióban meg csatlakozzatok, mint az őrült. És várlak benneteket. Csácsomi csőtészta. Sziasztok!